Sziasztok! Ez itt a h legújabb barás, hogy a Haon Porposzketja, Molnász Járd vagyok, és ezúttal vendégem Ötvös Lórán. Szia Lóri! Hello, sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Aki Lórit ismeri, az már kitalálta, hogy az mostani adásunk a küzdősport körül fog ö, ö, zajlani, erről fogunk beszélgetni. Ugye Lóri, ha jól tudom, MMA-zol. Igen, igen, én MMA-zok, ez így van. Hát ugye az a legdivatosabb, és egyébként ez egyik legkomplexebb küzdősport. Igen, igen. Nagyon virális, és ugye főleg a fiatalok között, de amúgy már a médiában is óriási szerepe van, kiszújtotta a K1-et például. Igen, ez, az, ez a világon az egyik leggyorsabban növekvő sport, és a leggyorsabban fejlődő sport, igen, így van. Fogunk majd arról hogy mi fogott meg benne, de kicsit kanyarodjunk a kezdetekre. Remben. Hogy ismerkedtél a a sportokkal? Őszintén szólva, uh, nekem nincs annyira érdekes sztorim. A szüleim mindig is noszogtattak, hogy valamit mozognom kéne a fiatal, fiatalabb koromban. Uh, végül beadtam nekik a derekam, kipróbáltam rengeteg sportágat, kosárlabdától kezdve, focinát, judón, kipróbáltam mindent, de semmi se fogott meg igazán, aztán egyszer rátaláltam, a Spartan kempó nevezetű klubra. Ez hogy történt egyébként? Hogy lehet találni egy... Hát, um, ugye bár, hogy úgy voltam vele, hogyha már mozgok, mozogni fogok, a sportolok valamit, akkor egy olyan sportot válasszak, aminek hasznát veszem úgy a mindennapi életben is. És mindig is ma akartam tudni magam védeni, hogyha egy olyan szituációba kerülök. Úgyhogy konkrétan bepötyögtem az internetre, hogy Debrecen küzdő sport, és és az első találatok között volt. Szóval ott kezdtem pályafutásom, ez a kempó egy összetett sport, itt van földharc része, állóharc része, formagyakorlatok, kard, kés, nagyon sok, nagyon sok része van a kempónak. Szóval nem is tudom pontosan hány évig jártam ide, de elértem a, mester, a mesterjelölt fokozatot a Kempóban. És amikor már elértem a mesterjelölt fokozatot, akkor a Kempós edzőm mondta, hogy ha szeretnénk, van a szomszédban egy klub, a Lókodi klubese, Klub se, Lókodi Attila vezetésével, hogyha szeretnénk, nyugodtan nézzünk át, járjunk át oda egy-két edzésre, mert hogy sokat lehet onnan tanulni. Megfogadtam tanácsát, Um, átnéztem a, a Lókodi Attilához, nagyon megtetszett, nagyon megtetszett a, az ott tanított stílus, mm, és éreztem azt, hogy, hogy ott, hogy ott szintekkel magasabban vannak, mint én. És éreztem azt, hogy, hogy itt nagyon sokat fogok tudni tanulni. Um, úgyhogy fokozatosan elkezdtem átpártolni ehhez a klubhoz, és ö, már talán négy éve, vagy hát három éve már aktívan csak ennek a klubnak vagyok a tagja, a Low Codification klub esének és azóta itt tevékenykedek mm. itt. Az a technika közelebb áll a szívedhez sokkal, vagy, a, vagy inkább. Hát volt bennem egy vágy, hogy én nagyon szeretnék fejlődni, minél jobban bunyózni, és Kempó már sokszor azt éreztem, hogy ö, ütöm. Hogy, hogy, kezdem elérni a határaimat, és amikor átmentem uh, Lókodi Attiláékhoz, ott, ott éreztem, hogy itt, itt, szintekkel fölöttem vannak. Tehát itt, itt annyival magasabb a szint, hogy, 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 hogy én ide szeretnék eljutni. Uh -huh. Ezt hogy kell elképzelni? Először én a kickbox részével foglalkoztatok, vagy volt grappling földhalc is rögtön? Um, én eleinte ott csak kickboxoltam. A kickbox részével foglalkoztam. Um, versenyeztem is benne, de időben. Eredményekkel volt, egyik milyen eredményt voltak. Én úgy tudom, hogy nem volt sikertelen az fél. Igen, én eddig K1-ben veretlen vagyok. A rekordom amatőrbe talán 6-0, vagy 5, 5 vagy 6-0. úgyhogy igen, eddig igen jól alakultak a dolgok. Szóval eleinte kibokszorészvel foglalkoztam, majd később elkezdtünk az MMA irányába terelődni, elkezdtünk földharcolni, leginkább a nógi no részét elkezdtük gyakorolni, és majd idővel el is indultam az első amatőr MMA versenyemen. Na, mit éreztél előtte? Azt mondják, hogy a ring a világ legmagányosabb helye egyéb, tud lenni egyébként. Hát igen, ez, ez tipikusan az a sport, ahol, ahol nem nagyon tudsz másra támaszkodni, mert itt konkrétan csak te magad vagy, a ringben, vagy a ketrezben. Ezt meg kell tanulni helyén kezelni, mert ez sokakra nagyon nagy nyomást tud rakni, mint hogy rám is eleinte, én is nagyon könnyen le tudtam fagyni, de idővel megtanulja kezelni az ember. Hogy kérdezzem meg, ez szerintem egy laikus mindig is érdekel. Az edzésen kapott mondjuk rugások, pofonok, vagy ehhez hasonlókhoz képest a ketrecben mennyire más? Tehát ott az edzésen le, le lehet szimulálni azt, hogy mi fog történni egy ilyen mérkőzésen? Vagy mi vár mi várhat rád? Hát én én tipikusan pont ilyen vagyok, aki próbálja mindig leszimulálni, lejátszani a fejében, hogy uh, mi fog történni a mérkőzésen. Én nagyon szeretem tanulmányozni az ellenfeleimet, mint kitanulni kedvenc ütéseiket, mozgás, uh, mozgás kultúrájukat. Ez nagyon én vagyok. Úgyhogy igen mindig is próbálunk az adott emberre készülni bizonyos technikákkal. Például, hogyha tudjuk, hogy az ellenfélünk birkózó, akkor nagyon rámegyünk a levitelvédésekre és a földharcra. Heti mennyit edzel most jelen pillanatban? Most jelen pillanatban, hát most vizsgaidőszakom van az egyetemen, úgyhogy van, hogy néha bezavar, de azért a heti olyan 8-9-et tartom. Az igen. Az nagyon szép. Igen. <laughs> e, amikor először ugye Lóca azt mondta, a lókori azt mondta, hogy mi, mit szólnál, hogy elindulnál az első amatőr versenyen, mi volt benned? Hát akkoriban én nagyon-nagyon-nagyon izgulós voltam, úgyhogy már mikor meghallottam, hogy meccs lesz, már egy kicsit éreztem, hogy savasodik a lábam, zsibbad a lábam, úgyhogy... <laughs> keletkezett benne egy kis tartás, de uh, én mindig is szerettem a határaimat feszegetni, tehát amikor elkezdtem érezni ezt az érzést, tudtam, hogy nekem ezt meg kell tenni, hogy jobb legyek, hogy, 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 uh, fejle, hogy jobb legyek, mint aki tegnap voltam. Mert ezeket a határokat szerintem feszegetni kell. Ugye mondtad, hogy kempó, kempóval kezdtél, hogy ez a kickbox, de ha választani kell, az vagy a földharc, álló, van közel hozzád? Én inkább állóharcos vagyok, és a klubunk is inkább az állóharc felé húz. Nekem, nekem sokkal jobban tetszik az a része. Na, valahogy látványosabb tud lenni a közös Látványosabb, igen. És valahogy, valahogy nekem sokkal jobban tetszik. Hát ugye Nemrég két hete alkalmad volt ezt egyébként igen, el is tesztelni. Igen, igen, igen. Kicsit légy szíves a hozsba a hallgatókat, hogy merre voltál, hol voltál. Egy nagyon langos versenyen vettél, ez egy, nagyon, egy felt, nagyon feltörekvő az európai szervezetnél. Igen, két hete az RFA, a Real Fight Arena nevű szervezetnél bunyóztam. Ez egy cseh-szlovák alapítású szervezet. <kül> nagyon, nagyon gyorsan növekvő szervezet. Um, és az RFA tizenha, a 13. gálájuk itt volt megrendezve Pesten, volt az idén még egy gálájuk februárban, ha jól tudom, és a 13. gálájukon itt bunyóztam, két hónapja tudtam meg, hogy van lehetőségem ezen a gálán uh, megmutatni magam, azóta semmi máson se járt az eszem, onnantól kezdve engem csak ez foglalkoztatott, láttam benne a lehetőséget, egy nagyon rangos ellenfelem volt ADCC, uh, Szerbia, Magyar, uh, nem is tudom még hol, de ADCC bajnok 3-4 országban, és azért azt tudni kell, hogy az ADCC szervezet az világon az egyik legrangosabb földharc grappling verseny, és azért ezt megnyerni nem semmi. Úgyhogy fel volt adva a lecke birkózó volt, dzsicus volt. Én pedig pont, hogy inkább állós vagyok, de rákészültünk a levittel védések, nagyon sokat földeztem, nagyon sokat dzsicusztam, és megmutatkozott a meccsen. Végigment mind a három menet, és egyhangú pontozással győztem, úgyhogy nagyon jól alakult minden. Nagyon kemény volt. Igen, igen, kemény volt. El kell ismerni, hogy erős volt, erős volt a gyerek és, és jó, jó, technikás volt, de nem fogott ki rajta. Gratulálunk, hát ugye ezekből lehetek tanulni. Igen, tanulni, igen. Mérküzések. és a nyereségekből is ugyanúgy, úgyhogy lemondtam a következtetéseket, levontam a tanulságot, úgyhogy mi lehet, mi az álmod egyébként, ugye, eh, ahogy már beszéltük, a ketrecharc, az, az MMA nagyon-nagyon fejlődik, és gyakorlatilag ilyen üstökösként lő ki az égbe. Ugye Magyarországon inkább a UFC-t, a ismerik. Te hova vágysz? Őszintén... Hogy a célod inkább, ugye, sportot, a vannak. Igen. Ö, őszintén szóval ez még nem rajzolódott ki teljesen a fejemben, de azért a pályafutásom során egy, egy oktagont szeretnék megcélozni. Az oktagon az, az Európában a legnagyobb MMA szervezet, az oktagon MMA is iszonyú gyorsan nő, folyamatosan nő a nézettsége, úgyhogy szerintem én karrier azt szeretném megcélozni. Vannak egyébként példaképeid akár eh, magyar, vagy akár külföldi harcosok között, akikre nagyon szívesen figyel a technikáját? Konkrét példaképem nincs. Én úgy állok hozzá, hogy mindenkitől lehet valamit tanulni. Legyen akár, ha, ha, ha legyen szó mentalitásról, legyen szó technikákról, legyen szó akármilyen féle dolgokról, de szerintem mindenkitől lehet valamit tanulni. Szoktad nézni a közvetítéseket, gondolom, igen, a jó sejtem. Igen, 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 szoktam természetesen. Mindig, mindig nyitott vagyok, mindig tanul, éhes tanuló szemmel nézem. Gyakorlatilag elemzett? Tehát, hogy... Igen, igen, én mindig szoktam elemezni más bunyósokat, mert, mint ahogy mondtam, mindig tanulhat valamit az ember. Most, ugye gondolom, lesz egy kis szünet az egyetem miatt, Mik a királtások a, a jövőre nézve? Mi a tervet 2024-re? Hát minimum egy olyan szép évet hozni, mint ez az év. Ezt az évet veretlenül zártam, és szeretném a következő évet is. Várok, várok, hogy keressenek az RFA. Várom, hogy keressen az RFA. Mm, Ilyen visszajelzést és... is kaptatok egyébként a szervezettől? Hát, jót, jót kaptunk, tehát tetszettem, tetszettem. A szakkommentátor is uh, dicsért, úgyhogy, úgyhogy tetszettem a közönségnek, jól alakult. Úgyhogy, és lehet, hogy következő évben megtörténik a profi debütálás, még, még kérdéses, de esélyes, esélyes hogy említetted, hogy egyetemi vizsgákra készült. Igen. Készülsz. Ez egy nagyon-nagyon szép példája annak, hogy a sportról pályafutást ugye nem, nem, nem kell külön választani egyébként a tanulmányoktól. Számodra mennyire fontos az amúgy, hogy csak, sport, ne csak a sportban legyél sikeres? Fontos, fontos. Nem egyszerű, nagyon nem egyszerű, de én mindig is amúgy szerettem tanulni, engem mindig is érdekeltek a tudományos dolgok, fizika, matematika, úgyhogy nem egyszerű, de ebben is vannak céljaim, amiket el szeretnék érni, úgyhogy dolgozom értekeményen. Melyik karra jársz? A műszaki karra járok, mechatronikai mérnök. Nem néznek el egy kicsit, fú, nem, nem szoktak kicsit furcsán nézni, amikor meg tudják azt a másik oldalat is? De, de senki nem nézi ki belőlem. Nincs éppen egy bonyós kinézetem, kék a szemem, szőke a hajam. Meg az öltözködési stílusom se árulkodik arról, hogy én ilyesfajta sportot űznék, de a külső ne tévesszem meg senkit. Az étrended, az mennyire, mennyire kötött már ugye már most már egy profi csak készülsz, azt hiszem, hogy nagyon, ki, nagyon sok mindent ki kell zánod. Igen, igen, sajnos. Most ugye bár erre a gálára fogyasztottam egy, egy jó nagyot, és ennek köszönhetően nagyon sok zsír is lejött rólam, és egészséges ételekből most visszatöltöttem, úgyhogy tartanom kell a mostani súlyomat. Nem mehetek vissza a nyári súlyomra, meg az az előtti súlyokra. Az ennyi volt egyébként? Akkor voltam olyan 82 kiló környékén, most már az alapsúlyom az 79 körül mozog. Úgyhogy egész évben most már szeretném tartani ezt a, ezt a súlyt, mert innen nem lesz nehéz ledobni a kilókat hmm. a meccsekre. Akkor hosszú távon, akkor középsúlyban, hogy milyen súlyban? Hosszú távon ö, könnyű súlyban könnyű szeretnék. Súlyban. a Aha. 70 kiló környéki. S, súlyokat szeretném megcélozni profi, profi, gálákra, meg nagyobb gálákra. Tehát 77-79 kiló még le lehet úgy folyasztani, hogy az ne, ne viseljen meg annyira? Tehát, hogy ne veszítsd az előlet például ütőerőt? Meg lehet oldani, igen. Ö, kajával még le tudok menni olyan 75-re, nagyon, nagyon tiszta kajálásra és nagyon kalóriaszámlálással, utána pedig egy kis vízhajtás a maradék pár kilót. És hát utána minden a visszatöltésem múlik. Ha jó a visszatöltés, akkor, akkor ugyanolyan erősen fog belépni a ketrezbe, mint nem fogyasztottam volna. Ha volt az rfa meccsed, volt pihenőd, vagy pedig egyből vissza kellett menni? Ö, lehetett volna, de én nem nagyon szeretnék. Tehát ez még csak egy lépcsőfok volt a, az én képemben, úgyhogy dolgozok tovább a céljaimért. De gyakorlatilag most mert be akart, be akartad nézni, hogy milyen ez? És azért vállaltad el a mérkőzést? Ö, nem, azért vállaltam el ezt a mérkőzést, mert igenis éreztem, hogy nekem itt a helyem, és szerettem volna megmutatni, hogy szerettem volna felkerülni a térképre, szerettem volna már bekerülni valamennyire a köztudatba, hogy tudják az emberek, hogy én létezek, hogy, hogy itt van Debrecenben ez a bunyós, és, és tud valamit. Hát mondjuk a Kickbox Magyar bajnokságon szerintem ott nem hiszem, hogy nem tudták, hogy ki van. E, igen, igen, igen. Csak most már az MMA-ban is szerettem volna, hogy tudják, hogy létezek. Említetted, hogy ugye heti kilencet ezer. Ez hogy kell elképzelni egyébként, hogy ez miből áll egész pontosan, és kik azok, kik azok akik besegítenek neked, megmondom, nem egyedül edzel. E, igen, igen, természetesen. Úgy néznek ki az edzések, hogy hétfőn reggel van egy erősítő edzésem délután van egy birkó MMA edzésem, kedreggel egy jiu -jitsu. este fele egy kickbox, szerdán reggel nincs, délután um, van egy birkó MMA edzésem, csütörtök reggel ismét jiu jitsu, este kickbox, pénteken egy erősítő zsákoló edzésem van, szombat reggel pedig általában egy hosszabb um, spáring edzésünk van. Egy ilyen szabad edzés, de általában spáringolunk. És hát igen, nem egyedül nem, nem egyedül edzek, nagyon sok segítségem van. Azt azért tudni kell, hogy az edzőm és az edzőtársaim nélkül ezeket a sikereket nem értem volna el, amiket elértem, úgyhogy... Nyugodtan nevesítsünk még. Igen, külön köszönet Lókodi Attilának, az edzőmnek, Kálusz Martinnak, egy nagyon sokat segítő edzőtársamnak, Litvák Lementének, Lőrinc Imrének, Juszef Vágdinak, és még sorolhatnám. Nagyon hálás vagyok nekik, mert ők mind-mind nagyon sokat segítettek abban, hogy, hogy eljussak oda, ahol most vagyok, úgyhogy igen. Gyakorlatilag így spannoljátok egymást, tehát jó értelemben mondom ezt, hogy látod az övezés munkájukat, látod, látják a tiéret, látod az ő meccseiket, sikereiket, ez így kölcsönösen visz benneteket előre? Igen, igen, így van. Például uh, előttem nemrég Lőrinc Imre, akit említettem, um, ő már bekerült az RFA-hoz, um, nem is tudom pontosan mikor, de az egyik szlovák gálájukon uh, bunyózott, és, és az nekem egy rettentő nagy motivációt adott, hogy hogy látom, hogy itt van a közelben, hogy, hogy, elérhető távban van már ez a szint. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Sziasztok! Sziasztok!